A jazz szerelmeseinek kedveskedtek szerda este a No Milk Today kávézóban, ahol a Jazzerossa adott élő zenés koncertet a nagy közönségnek. A Jazzerossa egy öttagú zenekar, mely 2016-ban alakult. Repertoáriában igényes dallamok jazz-standardek szerepelnek, amelyeket számos ismert előadótól hallhattunk már. Műsorukat különlegessé teszi, hogy általában magyar nyelvű szövegekkel adják elő, amelyek zöme saját szerzemény. A gitár húrjait Török Péter pengette. A dobok mögött Karácsony Zsolt játszott. Szolcsik Attila elektronikus bőgön zenélt. A zongora billentyűin Pálinkó Péter játszott. A zenekar énekese pedig Horváth Piroska. Ugye nagyon sok elfoglaltság van a többi zenekari koncertek miatt, és főként hétköznap tudunk itt mondjuk például Szegeden játszani, és ezért én fogalmaztam meg itt, hogy a legjobban foglalkoztatott csütörtöki zenekar szeretnék lenni. Annak ellenére, hogy most éppen szerdán játszunk, de tulajdonképpen nekünk mindegy, amikor lehetőség van átad ezt az érzést, meg együtt zenélni, egy kicsit felszabadulni a közönséggel együtt, az nekünk mind ajándék. Teljes mértékben élő zenét játszunk, és ez a koncepció, ez marad is. Tehát semmi nem megy felvételről a koncertek közben. Jazz-standardeket játszom. Külföldi és magyar jazz-standardeket is. Egészen az 1920-as évektől napjainkig is akár. Főként úgy választottuk össze, hogy a zenekartagok a kedvenceiket válogatták, és ezeket hoztak a repertoárba. Tulajdonképpen örömzenélése miatt is, és pont azt játszok, amit mi szeretünk, azokat a zenéket. Egy érzést szeretnénk átadni, azt, hogy a koncertek ideje alatt ki lehessen kapcsolni a külvilágot, a mindennapi problémákat. Egészen pozitív hangvételű minden számunk, és ez érezhető is nem csak a dallamokból, hanem a szövegből is, mert a zenék nagy része magyar szövegű. Vagy találtunk hozzá magyar szöveget, vagy pedig írtunk hozzá magyar szöveget, és ezzel adjuk elő a dalokat. Nagyon sokszor találkozunk a közönség soraiból olyannal, aki odajön és elmondja, hogy a fiatal korában ezekre a zenékre táncolt, és hogy milyen jó érzés ezekre gondolni a régi időkre. És azt látom, hogy nagyon sokszor éneklik velünk. Például a fényes szabos lágereknek azért a szövegét is meg tudja. Nekem csak ez a zenekarom van, én szervezem és összefogom a fiúkat, anyáskodom egy kicsit fölöttük, a női intuíciókkal próbálom egyengetni az útját a zenekarnak. A többieknek van több zenekaruk, különböző stílusban, és ez szerintem érződik is a mi zenénken, mert a számok nagy része tele van hangszeres szólóval, és a hangszeres szólók azok jönnek az alapzenekarokból, egy bluesos szóló, vagy egy popos szóló például. Minden zene itt születik meg a koncerteken, az improvizációval.